Évről évre egyre kevesebb a dió a magyar piacon, megkérdezett kanizsai kereskedő szerint. Ahogy az több média felületen olvasható, a változékony időjárás mellett az elmúlt években megjelenő kártevők sincsenek jó hatással az ország dió termésére. A vásárlók a hazai dió folyamatosan emelkedő árára panaszkodnak. Az időjárási viszontagságok és a dióburok fúró légy tönkre teszi a diófákat, ennek hatására pedig csökken a termés. Varga Dönis szerint a probléma rendszeres permetezéssel orvosolható lenne, de ez egy nagyon költséges és időigényes megoldás. Ezt pedig nem mindenki engedheti meg magának. Már csak ott érdemes diót termeszteni, ahol nagy dióültetvények vannak, hiszen azért egy évben minimum 7-szer kell permetezni a diófákat, ami ugye legtöbb esetben ez repülőről vagy ilyen nagy kocsikról történhető, ami egyébként nem kis befektetés, viszont így nálunk így a helyzet árába is, mint látható, mondjuk nálam például szerencsére nem emelkedett a dióára, de jóval magasabb is lett. Amit meg nem szabad elfelejteni, hogy ugye egyre többen hozzák már be a külföldi dióbeleket, kínai dióbél, ukrán dióbél, román dióbél, amivel nincsen semmi probléma, valószínűleg, hogy szép is, de az íze szerintem a magyarnak még mindig jobb. A diót kereső vásárlók is azt tapasztalják, hogy valóban sokkal kevesebb az áru, mint korábban. Ráadásul sokkal látják úgy, hogy hosszú távon sem lehet javulásra számítani. Sokkal kevesebb lett, ugye mennek tönkre a fák. Ez a fúró légy, ez tönkre teszi a fákat, úgyhogy 10 éven belül nem lesz Magyarországon fa. Az őstermelők és a vevők egyaránt elmondták, a minőségén és az ízén egyelőre nem vettek észre változást a magyar termésnek.